Sziasztok! Én Sisi vagyok, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. Ebben az epizódban arról fogok mesélni, hogy hogy szereztem meg a texasi jogosítványomat, és hogy hogy lehet most jogosítványt szerezni Magyarországon. Kicsit összehasonlítjuk a kettőt. Hát nagyon más. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com. Amikor ide költöztem, már volt magyar jogosítványom, de az sajnos nem érvényes Amerikában. Úgyhogy először is igényelem kellett egy nemzetközi jogosítványt, ami magyar jogsival együtt érvényes volt egy évig. Elég nevetséges egyébként ez a nemzetközi jogosítvány. Úgy néz ki, mint egy kis jegyzetfüzet, és az van ráírva magyarul, hogy nemzetközi vezetői engedély. Igen, nagyon nemzetközi, ezt mindenki érti az egész világon. Egyszer kellett csak megmutatnom egy rendőrnek, bár lenne fotóm az arcáról, és meg tudnám mutatni nektek, hogy nézett rá, hogy ez mi. Hát egy évig ezt használtam a magyar jogsít és a nemzetközi jogsít együtt, és miután lejárt, amikor már nem volt valid, nem volt érvényes, akkor, akkor kellett amerikai jogsít szerezni. Amúgy én soha nem vezettem Magyarországon, miután megszereztem a jogosítványt, úgyhogy itt kezdtem el vezetni. Az elején borzasztóan féltem, de annak örültem, hogy legalább minden autó, automata váltós, nem kézi váltós. Belehaltam volna, ha azt is meg kell tanulni. Őszintén fogalmam sincs, hogy nekem hogy lett meg a magyar jogsim. Most sem értem, hogy kell váltani, és nem is érdekel. Öm, Ja, aztán nagyon izgultam, mert bár folyékonyan beszélek angolul, volt elég sok új szó a vezetéssel és a kresszel kapcsolatban, de felesleges volt izgulni, mert nagyon könnyű volt amcsi jogsit szerezni. Természetesen minden államban más ez, és itt elpaszóban is vannak helyek, ahol sokkal nehezebb megszerezni, és nagyon szigorúak, de én találtam egy autós iskolát, ahol nagyon könnyű volt, Öm, szóval ez nem egész Amerika, ez csak az én tapasztalatom ezzel az autós iskolával, de csak erről tudok mesélni. Öm, először volt hat óra elmélet, legalábbis papíron hat óra volt, gyakorlatban kb. három óra volt maximum, egy szombat reggel, amikor a Kresszről tanultunk, a közlekedési szabályokról tanultunk. Ez nagyon hasznos volt egyébként, érdekes és hasznos volt az óra. Számomra viszont óriási kultúrsok volt az, hogy nem kell kötelező órákat venni oktatóval, mert Magyarországon 30 órát kell vezetni, azt hiszem kb. 300 kilométert kell vezetni egy oktatóval, és csak utána lehet vizsgázni, csak utána lehet forgalmi vizsgát tenni. Itt elpaszóban meghallgattuk a három órás prezentációt, és utána írtunk tesztet, 70%-ot kellett teljesíteni, és átmentél. Mindenki átment, ott óra után mindenki megkapta a papírt, hogy átment. Amikor próbatesztet csináltam online, akkor rájöttem, hogy a táblákkal szerintem nem lesz problémám. Itt általában az a közlekedési tábla, hogy ki van rá írva, hogy mit kell csinálni emlékszem, hogy volt, volt olyan kérdés a tesztben, a tesztben, amikor gyakoroltam, hogy mit jelent ez a tábla, és a képen volt egy tábla, amire az volt írva, hogy no turn on red, vagyis nem szabad jobbra kanyarodni, amikor piros a lámpa. Mert itt egyébként, ha nincs tábla, akkor mindig lehet jobbra kanyarodni, akkor is, ha a piros a lámpa. Ilyen Magyarországon nincs, legalábbis nem legális. Öm, szóval volt pár ilyen elég evidens kérdés, ami jót nevettem, de persze voltak nehezebbek is. Egyébként az hasonlóság, hogy a CRESZ órákat öm, itt is, és Magyarországon is meg lehet csinálni online, de lehet az iskolai órákat is választani. Én több mint tíz évvel ezelőtt csináltam a jogsít Budapesten, úgyhogy már nem annyira emlékszem, hogy milyen volt. De szerintem sokkal részletesebb volt, mint itt. Szerintem az itteni sokkal gyakorlatiasabb volt. Tényleg a lényeget mondták el, könnyű volt megjegyezni, és bár általában hiányzik nekem a tömegközlekedés, itt sajnos mindenhova csak kocsival lehet menni, ahol én lakom. De amikor a kereszt tanultam, akkor örültem, mert nem volt túl sok külön szabály a villamosokról, meg a buszokról, mert nincsenek. Amire itt napi szinten kell figyelnem, az az iskola busz és az iskola zónák, amikor villog egy sárga lámpa iskolák közelében, és akkor csak 20 mérföld per órával szabad menni azon a részen. Az is elég nagy kultúrsok volt, hogy külön téma volt a Road Rage a Kressz órán. Őszintén nem is tudom, hogy mi ez magyarul. Megnéztem szótárban, meg rákerestem az interneten, és azt találtam, hogy közúti vita, de az nem hangzik annyira erősnek, mint az angol verzió. Itt a Kressz órán néztünk olyan videót, amiben két autó elkezd versenyezni egymással, a vezetők mérgesek lesznek, és az egyik elővesz egy alkát. OK Magyarországon ez biztos nem volt téma. Szerintem ott maximum az történik, hogy az emberek idegesek és kiabálnak egymással, lehet, hogy kiszállnak a kocsiból és esetleg verekednek. Sose hallottam ilyenről, de ezt el tudom képzelni. Esetleg még balta lehet náluk, akár OK valószínűleg nem lesz. Viszont TikTokon láttam egy csomó videót, és az oktató is mesélt ilyen sztorikat az autós iskolában, hogy valakit lelőttek azért, mert bemutatott valakinek. Az, hogy valaki bemutat valakinek, az az, amikor a középső új adat mutatod valakinek. A bemutat szónak van egy ilyen jelentése is. A másik jelentését biztos ismered, például hétvégén bemutattam a szüleimnek Áront. Bemutat valakit valakinek, tehát anya, ő Áron, Áron, ő itt anyukám. Amikor a középső ujjadat mutatod valakinek, akkor pedig bemutat valakinek. Szóval, ja, azóta nem mutatok be senkinek, és a férjemnek is mondtam, hogy mindegy, Mennyire hülye a másik vezető, próbáljon meg nyugodt maradni, mert nem érdemes azért meghalni, mert bemutattál valakinek, akinek komoly mentális problémái vannak. Na aztán a Kressz vizsga után már kaptam jogosítványt, ami két hónapig volt érvényes, és addig elvileg nem lehet egyedül vezetni, csak egy felnőttel, akinek van jogosítványa. Hát ez általában itt nem érdekel senkit. Sőt, nagyon sok ember vezet jogosítvány nélkül évekig. Nem tudom, hogy működik Amerika többi részén. Elpaszóban tudom, hogy így működik. Magyarországon kressz után nem kapsz semmit, csak elkezdhetsz járni a kötelező 30 óra vezetésre oktatóval. Itt senki nem vesz órákat, és nem kötelező. A kressz után mehetsz azonnal a forgalmi vizsgára, de csak ilyen kertek alatt kellett vezetni. Az, hogy kertek alatt azt jelenti, hogy olyan utakon, ahol kb. nincs senki, nem forgalmas. Ja, szinte csak azt nézte a vizsgáztató, hogy szépen megállok-e a stop táblánál, és hogy, hogy kanyarodok, és tudok-e parkolni. Autók között körülbelül fél percet voltam a vizsgán, elsőre meglett, Magyarországon háromszor buktam, és nem ismerek senkit, aki elsőre átment. Nem tudom, ez változott-e már. Ja, de amikor tíz éve csináltam a magyar jogsit, akkor az volt a szokás, hogy vinni kellett pénzt a forgalmi vizsga előtt a vizsgáztatónak. Az volt a kenőpénz. De az sem volt garancia arra, hogy átmész. Akkoriban azt hiszem... 10-15 ezer forintot adtunk kenőpénznek. Ja, de úgy emlékszem, hogy ha megbuktál, akkor visszaadták a pénzt. Ebben most nem vagyok biztos. Rákerestem interneten egyébként, és találtam elég sok fórum beszélgetést, Redditen is például két-három évvel ezelőttről, úgyhogy lehet, még mindig működik ez a kenőpénz dolog. Nyilván nem legális. Szerintem ez Amerikában elképzelhetetlen. Itt az volt, hogy extra 40 dollárért vettem egy próbavizsgaórát, órát, amikor egy oktató végigment velem a vizsga útvonalon, és mindenhol elmondta, hogy mire kell figyelni, és megtanított paralel parkolni, ami magyarul párhuzamos parkolás hátramenetben. A próbavizsga után pár órával volt az igazi vizsgám, és meglett, és átmentem, utána megkaptam a papírokat, és meg kellett néznem itthon három kb. 15 perces videót, amiben emberek arról meséltek, hogy meghalt a gyerekük, vagy egy barátjuk azért, mert valaki részegen vezetett, szóval nevezes részegen. Persze ez mindenhol a világon probléma, de úgy érzem, hogy itt tényleg nagyon nagy probléma főleg mert nincs lehetőség négyes-hatos villamosra hazamenni buli után. Nagyon fiatalon elkezd vezetni mindenki, és nagyon sok baleset van sajnos. Na de megnéztem ezt a három videót, arról is kaptam egy papírt, és az összes papírommal elmentem az itteni kormányablakba, és igényeltem jogosítványt. <laughs> ott, volt, ott volt a szemvizsgálat is, Miközben sorban álltam, annyira röhögtem utána. Nekem van szemüvegem, tévézéshez szoktam csak hordani, mert nem látom a feliratot rendesen, nem látok jól messzire, de fogalmam sincs, hogy hanyas szemüveg, nem igazán hordom, és nem tudtam, mi a neve annak a típusú szemüvegnek angolul, ezért azt mondtam, hogy nincs szemüvegem, mert egyébként tökéletesen látok, vezetéshez nem kell. A feliratot is látom, csak kényelmesebb szemüveggel. Viszont rohadtul nem tudtam elolvasni a betűket, amiket mutatott a néni. Harmadszorra sikerült elolvasni, és mondta, hogy jó, 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 jó rendben van. <laughs> és két héttel később már a postaládámban volt az új jogosítványom. Magyarországon elsősegélyből is kell vizsgázni, és kötelező nyújtás órákra menni. Egyébként ezt köznyelvben csak eu nek hívják, ami az egészségügy rövidít, rövidítése. Itt ez nincs. Ja, Megkérdeztem néhány ismerősömet, akik mostanában csináltak jogsit Magyarországon, hogy kb. mennyibe került, és mennyi idő volt az egész procedúra. És azt mondták, hogy 400-450 ezer forint volt, mert ugye sok vezetés óra van, és egy óra körülbelül 10 ezer forint és öm, általában fél év egy év alatt szerzik meg az emberek a jogsit, itt kb. 200 dollárt fizettem, az mennyi 60 ezer forint, és másfél hónap volt az egész. Ja, ennyi. A következő részben arról fogok mesélni nektek, hogy mennyire nem tudnak az emberek vezetni elpaszóban, és milyen hülyeségeket csinálnak minden nap, amitől ideges leszek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és szeretettel üdvözlöm az új Patreon tagokat, akik népszerint Eugénia, Jack, Britney, Irina és Rebecca. És külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. További szép napot mindenkinek! Sziasztok!